hát tudnék mesélni. Félek a dugótól. Én mindig otthon töltöm a szilvesztert, jó kis fiú vagyok, egyedül, magányban, szomorúan, és akkor is sírok. Tehát mindig sírok, az a lényeg, hogy mindig sírok. Megpróbálok nagyon sokáig fennmaradni, mert egyébként nem vagyok egy hosszan bulizós, tehát egykor, kettőkor már mennem kell haza. Énekes számára a szilveszter szerintem az akkor tökéletes, hogyha legalább 5 vagy 6 fellépése van. Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon emlékezetes, már pedig azért, mert hogy az elmúlt 5-re nem nagyon emlékszem. Tehát, hogy valószínűleg olyan dolgok történtek, hogy ami nagyon emlékezetes. Mindig házi bulizom, de szerintem mindenki így van szilveszterkor, hogy általában a házi bulikba megy. A házi bulit azért nem szeretem, mert mindig van egy olyan ember, aki úgy gondolja, hogy nagyon ért a zenéhez, és akkor egyrészt megfejti nekem a világot, és akkor egész este azt hallgatom, hogy miért szerintem mit csinálok, és hogy az nem úgy van. És többnyire ezek az emberek, akik kezelik akkor a számítógépet, és hallgatom az általam nem kedvelt alter világmegfejtéseket, hogy általában R&B bulikban szoktam kikötni abban a közegben, akikkel én szeretek pörögni, a táncos haverjaimmal. Igazából ilyen zenére szeretek bulizni, úgyhogy általában ilyen helyekre megyek. Nem szeretem az ilyen herring partikat, ahol oldalazva kell közlekedni a diszkóban, és egymást fogdosva táncolnak az emberek, úgyhogy én ilyen zárt körű rendezvényeket szoktam inkább, házi bulik, meg ilyesmi. Én ennek pontosan az ellentétje vagyok, én szeretem a herring bulikat, és szeretek megőrülni szilveszterkor. De te utána 3 napig így nem nagyon vagy képben. Tehát, hogy milyen évet írunk, illetve ilyen apróságok, rendben van. A legjobb szilveszterem ez nekem olyan volt, hogy hát én nagyon nyugis volt, meg nem egy szilveszteres partis dolog volt, hanem a legjobb barátaimmal összeültünk, ajánlgattunk, nagyon sokat sztorizgattunk, meg röhögtünk. Azt nagyon szerettem, amikor mondjuk 5 vagy 6 éves voltam, és a nagyszüleimmel évfélkor lencsefőzeléket ettünk, meg virslit, meg tojást, mert én ezeket a kajákat imádom. Aztán nem tudom, szerintem évfél 1-kor már aludtunk, nem tudom, hogy miért, de jó, visszaszámláltunk, meg kicsit pesgőztünk. De nem szeretem azt, amikor olyan nagyon erőltetett a szilveszter, hogy akkor most nagyon-nagyon bulizunk meg, partizunk, mert az akkor sose olyan. És ilyenkor mindenki rá van feszülve arra, hogy szilveszter hús bulizni kell. Nyilván magában van egy ilyen különleges hangulat a szilveszternek, pedig végül tényleg ugyanazt csináljuk, mint minden hétvégén vagy szerdánként. Mert mindenki úgy készül, hogy hú, most akkor de ott kell bulizni, és akkor ez nekem egy nagyon kényszerű cselekvés. De nehogy már a naptár mondja meg nekem, hogy mikor fog megmulatni, általában is jól szoktuk magunkat érezni. Valószínűleg ez nem lesz másképp szilveszterkor, csak legalább lesz egy ürügy arra, hogy összehívjuk a baráti társaságot, és megüljünk egy üveg pezsgő fölött, vagy bármi más. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars, and you are watching Neon, right here, on Neon. Shake that. Igaz, hogy mondják, hogy tejfog nem karcol, de nem lehet, nem szabad. Nem a Snoop Dogg. Ja, Prince! Neon. Pont. Csák.